Már Párizsban. Anita Dobra, Dögei Éva. Pasquale Aleardi, Szatmári Attila. Nicole Hesters, Sáfár Anikó. Liane Forestieri, Történtünde, Péter Fitz, Újréti László. Írta Stefan Kanz és Ian Hinter. Zene Karim Sebastian Elias. Fényképezte Ivon Tratz. Rendezte Gyorgo Papavasziliu. Vissza, még egy kicsit, állj! Ó, köszönöm, Offergel doktor, köszönöm! A vidéki lány pont ilyennek képzelte egy romantikus hétvégét Párizsban. Clara nővér, én mindent megtettem, hogy a sztereotípiákat valóra váltsam. Igen, és nagy sikerrel. Igen. De hiányzik valami. És mi az? Nyisd már ki. Na, mit szólsz? Ez annyira csodaszép. Én is kérdezek. Szeretnél mondani valamit? Mondjuk egy kis meglepetést? Normál esetben a férfi kérdez. Mi lenne, ha mi másképp csinálnánk? Igen, akarom, 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 akarom. Clara, úgy látom, valamit félreértettél. De... Ugye nem arra számítottál, hogy megkérem a kezedet? Ne aggódj! Hogy is juthatna ilyen 10 év után az eszembe? Tudod, hogy már milyen régóta tárgyalok a kórházzal a főorvosi állásról? És? Megkaptam az állást! Én vagyok az új főorvos! Berlinbe költözünk! Klassz! És? Gratulálok, nagyon örülök neked, ez remek hír, én valami ilyesmire számítottam. Ez hatalmas lépést jelent a karrieremben, ugye te is tudod? Jörg! Te is mindig arra vágytál, hogy végre Berlinbe költözzünk. Jörg. És hogy mennyire jó lesz. Jörg! Igen? Én nem megyek veled Berlinbe. Mi? De úgy vártuk, hogy lelépjünk Heidelbergből. Te igen. De én nem. Nekem bőven elég. Nővérként is. És mint ügyes talpra esett élettársként is. Elég volt, ne drámázz tovább. Azonnal indulnunk kell a reptérre. Te! Én nem megyek. Én... Hagyd a cuccaimat a hotelben, még maradok pár napot. Mi van most? Hirtelen elment inkább az eszed? Inkább csak most jött meg. Mi bajod? Ketyeg a biológiai órád, vagy mi? Az is lehet. Te mész, én maradok. Itt? Párizsban? Igen, pont ebben a városban. De hát nem maradhatsz itt csak úgy. De igen. Clara! Kérlek, Jörg, mindent megbeszéltünk, amit kellett. Igen, biztos vagyok benne, hogy ez a helyes. A számlát. No, madam, ez a ház ajándéka. Mindig van felhő, amikor esik az eső, de nem mindig esik, amikor felhő van. Merci.
Tetszik önnek? Ó, oh, bonjour. Igen. A hölgy arca boldognak tűnik, de... én mégis valami szomorút látok benne. Ó, oh, hogy magácska miket lát? Minden bizonnyal rosszul látom, de mindenképp gyönyörű a kép. Igen. Szeretné, ha az öné lenne? Sajnálom, de nagyon szűkös a keretem, és szeretnék még egy ideig Párizsban maradni. Nem azt kérdeztem, hogy megveszi-e, hanem azt, hogy szeretné-e a képet. Igen, persze, hogyne. Valami nagyon megfogott benne. Remek. Akkor a magáé lehet. Akkor hát, ha ön is picit vidámabb lesz. Maga megőrült? Nem, csak kicsi szentimentális. Használja ki, amíg meg nem gondolom magam. Becsomagolom a tegnapi újságba, így lesz mit olvasnia is. Jó, mit is mondhatnék? Nagyon köszönöm, monsieur... monsieur Rosé. Maga tesz szívességet nekem. Egy porfogóval kevesebb. Szép jó napot. 2 euró lesz. Nagyon finom. Ez lenne a megfelelő Mademoiselle Legrandnak, nem tudom. Döntsön magam. Nem, monsieur Clément, hogy aztán még egy fontos ügyfelünket elveszítsük. Majd jön másik. Vagy vegyem meg az összeset. Nekem az utolsó a kedvencem. Én a krémszínű felé hajlok. Igen, az is szép. Visszafogott, semmi cicoma. Ha valaki felpróbálhatná. Sajnos, uram, egyik kollégám sem hord olyan méretű ruhákat, mint Mademoiselle Legrand. E pillanat. Várjon csak, madame. Egy pillanat. Állítsák meg! De én nem loptam. Mi a gond? Ön nem, de ő igen. Állítsák meg! És majdnem elütötte magát. Neki ugyanaz a mérete, nem? Elmondaná, kérem, miről is van szó? Ó, elnézést, asszonyom. Kisasszony. Kisasszony. Lenne olyan kedves egy pár percre modellt állni? Hogy modellt? Hatalmas segítség lenne, kérem. Lehetséges, hogy a párizsiak kissé mind őrültek? Igen, ezt jól látja. Jól döntöttem, ha már a kisasszonyon ennyire jól áll. Akkor milyen jól állhat a másik hölgynek, így érti? Oh, nem, nem, egyáltalán nem így értettem. Értem. Esetleg megkérhetem, hogy tegyen pár lépést is? Igen. Megkérhet? Most képzelje el egy pár luxuálcipővel. Megérkeztek az új modellek. Remek. Szabad lesz? Csak tessék. Mintha a lábára öntötték volna. Úgy érti, a kedves segítünk lábára, vagy a mennyasszonyáéra?
Megmentette az életemet, kisasszony. Úgy értem, képletesen. Már rájöttem. Érdekes élmény volt. Még sosem láttam ilyeneket. Még soha? Soha. Köszönöm. Egy német kórházi nővér még álmodozni sem mer ilyenekről. Ah, hát nővérként dolgozik? Igen. Érdekes. Minden jót. Au revoir. Kérem, kisasszony, legalább ott fejezzem ki a hálámat. Még azt sem tudom, hogy hívják. Clara Müller. Szép név. Igen, melyik? A Müller, nyilván. Van ott egy helyes kis bisztró. Esetleg, ha éhes? Nem, ki tudja, mennyi ideig maradok még Párizsban. Rengeteg dolgot szeretnék még megnézni, de köszönöm. Látta már a Place de Vost? Azt mondják, az a legszebb hely Párizsban. Ó, valóban? Szívesen megmutatom. Köszönöm, de nem. Nincs messze. Nem, inkább egyedül mennék. Ha szabad kérdeznem, mi az ott önnél? Ez? Ez egy titokzatos és gyönyörű nő portréja. Ah. Azt hittem, most azt fogja mondani. Ilyen rövid ideje Párizsban, és már le is festették. Miért? Hát a francia nőket nem éri meg lerajzolni. Miért? Milyenek? Hát olyan tűzről pattantak. Hé, bébi, hú, alala, hú! Én úgy vélem, ez a régi genetikai hiba már kezd ritkulni. Ez most vicc volt? Nem. Az én nevem Philippe Clément. Szép neve van. Meg ne kérdezzem, melyik. Ha akarja, viheti egy picit, monsieur... Clément. Philippe Clément. Philippe. Philippe. Igen, én is úgy mondtam. Igen. Ott fent a 21-es számnál lakott Richelieu bíboros. Ez pedig Victor Hugo háza volt 1832 és 48 között. Számomra ez csupán egy különlegesen varázslatos hely. A menyasszonya miért nem saját magának veszi a ruhákat? Mert önhöz hasonlóan neki is kevés az ideje. És miért? Pár nap múlva kezdődik a díjátadó ünnepség, és Zoé még mindig Nizzában van. És a francia rivierán nincs elég üzlet? De van, csak sajnos megsérült az egyik építkezésen, és most simben van a lába. Miért? Kőműves? Építész. Méghozzá nagyon sikeres. Jó partinak hangzik. Igen, valóban az. Hát akkor sok boldogságot. Ha jól értem, Müller kisasszony még pár napig itt maradt Párizsban. Clara. Clara. Igen, amíg a pénzem engedi. Szükségem van egy kis szünetre. Távolodsz otthonomtól. Vagy valakitől. Ez nem tartozik önre. Igaz, de kíváncsi voltam. Ön szerint 1000 euró elég lehet egy hétre? Tessék? Elég tisztességes ajánlatnak tartom. Tessék? Abból már egész jól ki lehet jönni Párizsban is, de akkor legyen inkább, legyen 1200. Ha kikapcsolódást keres magának, amíg a menyasszonya hazatér, akkor el kell szomorítsam. Túl sokat nézte a micsoda nőt. Most miről beszél? Arról, hogy nem akarok a szeretője lenni. Kisasszony! Borzalmasan félreértett. Nem rólam van szó, hanem az édesanyámról. Az anyjáról? Igen. Így már másképp hangzik. Mikor is lesz az édesanyja műtétje? 5 hónap múlva. Köszönöm. Sürgősen szükségünk van valakire, aki minden egyes változást jelezni tud az orvosoknak. És persze én egy német nővér lennék a tökéletes személy. Pontosan. Krumpli, munka, fegyelem, kész? Nem. Anyám amúgy is rajong a németekért. Goethe, Schiller, Beethoven. Kolbász, káposzta és szandál teniszoknival. Hogyan? Nem azt mondják, hogy a német, valamint a francia konyha és a divat még mindig a középkorban tartana, ha Napóleon nem fogadja be az olasz vendégmunkásokat? Ugyan. Én egy jól szituált protestáns családból való lányt látok. Kritikus, jószívű és tetrekész. Csak elfelejtett valamit. És pedig? Hogy a protestánsok néha morcosak is, és sosem mennek gyónni. Anya katolikus. Gyakran megy gyónni. Akkor jól kiegészítenénk egymást. Na, mit szól hozzá? Tökéletes. Akkor intézhetem is a részleteket? Az ingyére értettem. Vagy úgy? Tudom. Kicsit sem beképzelt, ugye? Nem. Egyáltalán nem. Csodálatos szép jó reggelt. Jó reggelt.
reggelt. Szabad lesz? Rettegtem, hogy meggondolja magát. Bevallom, eszemben volt, de aztán a hotel számlája végleg meggyőzött, hogy ne tegyem. Ne aggódjon. Nem fogja megbánni, hogy elfogadta az ajánlatomat. Meg tudom védeni magam. Igen, azt már tapasztaltam. Hasznos tulajdonsága a maga munkájában. Köszönöm. Biztos nem a városháza. Hotel Particulier-nek is nevezzük. Télen nehéz felfűteni, de egyébként roppant kényelmes. Ha nem túl magasak az elvárások. Ez kicsoda? Ő Zsül, a sofőrünk. Csak úgy árad belőle a jó kedv. Zsül, ő itt Müller kisasszony. Ezt a nyarat itt tölti Párizsban. Párizsi nyár. Müller kisasszony csomagját az első emeletre vigye, és mondja meg Henriettnek, hogy a sarokban lévő szobát készíts elő. Első emelet, sarok. Az édesanyja tudja egyáltalán, hogy jövök? Az ékszerelmére, dehogy. A múzeum nem sokkal volt nagyobb. El tudja képzelni, hogy itt éljen egy ideig? Szerintem menni fog. Bár én a bútorokat inkább használni szeretem, nem pedig kiállítani. A ház valóban olyan, mint egy múzeum, de már tervezzük, hogy itt-ott modernizáljuk egy kicsit. Modernizálni? A holttestemen keresztül. Teljes mértékben az édesanyja pártján állok, uram. A tervezés nem megy viták nélkül. Ő itt Henriette, a házvezetőnő. Bonjour, madame. Clara Müller. Bonjour. Akkor ön az új... Mi lett a régivel? A régi egy hete felmondott, és a két tegnapi jelentkező már be sem akart lépni. Igen. És hol van szeretett édesanyám? Mégis, hol lehetne? Ennyire rajong az órákért? Azt azért nem mondanám. De jó a mennyasszonyának. Szabad? Persze. Ha csak nem ejti a vízbe. Ha jól viselkedik, nem fogom. Ezek mind valódi kronoklémonok? Hamarosan a 150. születésnapunkat ünnepeljük, ezért van most itt az összes modell. Maguké a kronoklémon? Mondhatjuk. Épp időben jelentkeztem egy órakészítő családhoz szolgálatra. Vacsorára mindenképp. Másképp Henriette nagyon mérges lesz, ugye? Igen, az biztos. Feltéve, ha az anyukája elfogad engem. Vagy maga őt. El kell mondanom neked valamit nagyon fontos. Én is csak most tudtam meg nemrég. Anya! Azt kell, hogy mondjam, hogy Jean-Luc, most tudtam meg, hogy a szerelme Juliet valójában a testvére. Értsd meg, abba kell hagynunk! Mert ugyanaz a béranya szülte őket. Ezt már én is láttam Németországban. Ez meg ki? Müller kisasszony. Müller? Tényleg mindenre képes vagy? Egy német? Akkor talán végre rend lenne itt. Munka, fegyelem, kész. Elfelejtette a krumplit, asszonyom. Kérem? Krumplival tökéletesen németesen hangzik, habár egy spanyoltól származik. Müller kisasszony szakképzett betegápoló. És nem börtönőr. Mi mind a te egészséged miatt aggódunk. Ki az a mind? Hát én, Henriette, Jules, Marchand professzor, Zoé. Inkább magatokról gondoskodjatok. Sajnos nekem nincsenek a vacsorához tervezett ruháim. Oh, semmi gond. Elég, ha én fes vagyok. Ahhoz képest, hogy borotvahab van a gallérián, túlságosan magabiztos. De semmi pánik. Itt a nővérke a kendővel. Mire megnősül, minden rendben lesz. Köszönöm. Ez meg mi? 7 óra van, vacsora idő. A zafír picit késik.
De hát már 150 éves is elmúlt. A szörnyeknek is nevük van. Igen. Annyira kíváncsi vagyok, milyen lesz a ma este. Jó estét, anyám. Jó estét. Jó estét. Asszonyom. El a kezekkel. Egyedül is boldogulok. Már is munkanélkülivé akar tenni, hisz el sem kezdtem még a munkámat. Ebből kettőt. Ebből ötöt. Abból kettőt. De ez csak desszert után. Oh, és van egy új is, na igen. Fő a változatosság. Majd én elintézem önnek, asszonyom, vannak speciális adagolók. Mondja, csak nem valami német találmány. De így könnyen átlátható, sosem téveszti el. Egy gyönyörű libamáj mindkettőjüknek. Parancsoljon. Henriettnek van egy testvére Elzászban, ahol a libamájat nagyon különlegesen készítik el. Miket mondasz, Filip? És egy finom tésztaleves önnek. Voilà. Sómentes, zsírmentes és garantáltan ízmentes. Víz azért van benne? Vagy már az is tilos? Hölgyeim, jó étvágyat. Köszönöm. Igyon egy kortybort. Nagyon jól illik hozzá. Nem mintha annyira hiányozna, de azt mondd meg, drágám, a jövendőbelid már sosem tér haza a francia Rivieráról? Avignonba kellett utaznia, mert munka végett. És mégis mit csinál ott? Amfiteátrumot épít újjá? Nagyon finom. Talán azt is tudja, hogy hogyan készül a libamáj. A libák torkán lenyomnak egy csövet, és ezen keresztül etetik őket egész nap megállás nélkül, ha akarják, ha nem. Míg jó nagy zsíros májuk nem lesz. Sajnálom. Csak el akartam venni az étvágyát. Betegápolóként sok mindent láttam már. Tessék, egyen egy falatot ön is. Mégis milyen nővért hoztál ide nekem? Én is ezt kérdezem. A kerekesszékre már nincs szükségünk. Ugye önnek sem, asszonyom? Ezek mind azt hiszik, hogy másképp csak szaladgálnék, mint egy rossz gyerek. Tudod jól, hogy Marchand professzor azt mondta, nem szabad. Marchand, nem akarom ezt a nevet többé hallani. A beszéded már kész? Te is tudod, milyen fontos nekünk ez a nap. A vállalkozásnak. Persze, hogy tudom. 9 óra. Na végre. Igen, ideje lefeküdni. Én ugyan biztos nem. Van nekem jobb dolgom is. Segítsen, kérem. Mit szeretne csinálni? Póker közvetítés. Egyenesben Las Vegasból. A sportcsatornán. Texas Hold'em vagy 5 lapos? Van olyan dolog, amihez nem tud hozzászólni. Kezdek félni öntől, kis Müllerin. Én is. Egykor én voltam a kaszinó kréme. Tókiótól Las Vegasig. Ezt tudnia kell. Akkor ideje egy jó kis partit játszani. Mennyit fizet magának a fiam? Full House. Sajnálom, Filip, de annyira kiszámítható. Ó, gyerekként mindig Momót akart játszani. De képes volt egy 54-es Kronoklémon Vénusz szét és összeszerelni. 184 alkatrészt másfél óra alatt. Európában kevés műszerész volt képes hasonlóra. Na, erre innom kell. Egy konyakot kérem. Egy konyakot kérem. Nekem is. Már csak az hiányozna. Gondoskodjon róla, hogy időben lefeküdjön. Persze. Van még egy kis dolgom. Jó éjszakát. Majd később még beszélünk. Rendben. Köszönöm. Ne bízza el magát annyira, még csak pár partit játszottunk. De már így is csomóval tartozik, és a tartozást illik centben törleszteni. Majd sort kerítünk a visszavágóra, higgy el. Elég. Asszonyom,
Ha gondolja, a ma esti altatót nyugodtan elhagyhatjuk. Kedves egészségére. Jól mondja. A magáéra is. Filip, hallasz engem? Jöjjön be. Igen, hallak, hív. Mint ahogy azt mondtam, nagyon nehéz engedélyt szereznünk. Értem. Figyelj csak. Az ottani nagykövetnek az 50. születésnapjára küldtem egy kronoklimont. Add át neki üdvözletemet. Minden bizonnyal ír egy pár szót a belügyminisztériumnak. Meg lesz az engedélyed. Értem. Belügyminisztérium, ugye? Igen. Nagyszerű, köszönöm. Szia. Mielőtt még megkérdi, igen, mindent elolvastam. Mégis mi ütött magába? Először libamájat ad az anyámnak. De csak egy falatot. Meghozta az étvágyát, nem vette észre. És a kerekes székből is felállította. Felelőtlenségnek tartom. És még egy kis konyakot is kapott. Hogy mit? Csak homeopátiás adagban, ne aggódjon. De már világosan megmondtam, hogy a szabályokat betartani kell, nem megszegni őket. Erről elbeszélgetnék az édesanyja kezelő orvosával. Igen. Igen, ez nagyon jó ötlet. Csak most épp a Karib-tengeren hajókázik, ám jövő héten már itthon lesz. De az orvosi feljegyzések csak megvannak. Feljegyzések? Igen, az iratok, melyekben le vannak írva a gyógyszerek, az étrend, meg ilyesmi. Vagy úgy. Erre gondolt? Pontosan. Jó éjszakát, uram. Nem tartanám fel a beszéd megírásában. Clara? Már hosszú ideje nem láttam az anyámat ennyire jókedvűnek, és... Csak el akartam mondani. És pontosan ezt tette. Gondolhatod, mennyire nehezemre esik, de ha egyszer te vagy a legjobb. Jörg, kérlek, mi ütött már megint beléd? Nem, nincs más férfi. Segítesz nekem, vagy sem? Ez az öreg ember játék. Egész jól megizzasztott. Igen, de ne aggódjon, most újították fel a szívét, kibírja. Néha azt kérdem, mennyire szóltunk bele Isten tervébe a műtéttel. Ha Isten nem akarta volna, hagyta volna meghalni. Talán jobb lett volna. Ne legyen önző, még szükség van magára, a fiának például. Filipnek csak nyűg vagyok. Filip szereti önt. De minden egyes kérdésben kikéri a véleményemet. Holott sokkal fontosabb lenne, hogyha egyedül hozná meg a döntéseket. A telefonja. Csörög. Köszönöm. Jörg? Köszönöm, hogy már is hívsz. Jörg, egy férfi. Úgy tűnik. Igen. Mit csinál? Picit változtatok rajtuk. Változtat? Igen, elhagyjuk a nyugtatót. Attól csak depressziós lesz és rossz kedvű. Elég naponta egy kis mozgás, és úgy fog aludni, mint egy angyal. Ennyi. És mást is elhagyhatunk. A digitalisból maximum egy kell naponta, és a vérhigítót is más dózisban kapja. Pillanat. Mégis honnan vette a bátorságot betegápolóként? Betegápoló vagyok, de kikértem egy szakvéleményt. Kitől? Egy németországi specialistától. És milyen specialista az a valaki, ha szabad kérdeznem? Offergel doktor, Európa egyik legjobb kardiológusa, főorvos Berlinben. Majd utána fogok nézni. Ahogy én is tettem Marchand úrral. Sajnos nagyon kétes a hírneve. Azt hiszi? Nem, tudom. Mi lenne, ha megkínálna egy pohár borral? Már is. Vörösbort? Köszönöm. Erről jut eszembe. Hallotta, hogy a vörösbor jót tesz a keringésnek? Igen, hallottam. De azt hittem, ez csak a francia borászok kitalációja. Köszönöm.
Jó. Elnézést. Clément. Zoé. Merre vagy? Komolyan? Azt hittem, később jössz. Igen, persze, hogy örülök. És egyszer csak sikerül. Erről van szó. Szóval itt van. Honnan van ez a képe? Egy festőnél találtam a Montmartre-on. Ah. És tudja, mi történt? A férfi nekem ajándékozta. Ahogy elnézem, nem lehet valami értékes festmény. Igen, valami hasonlót mondott. Nem hallott erről a festőről? Steiner. 1957. Abban az időben Párizsba több száz festő jött az egész világról. Mindenki művész akart lenni. Minden rendben, asszonyom? Öreg vagyok, az nincs rendben. Ne is mondjon ilyet. Én már hosszú utat tettem meg. Maga még csak előtte áll. A kérdés, merre forduljak? Adhatok egy tanácsot? Ha valami jó éri az életben, akkor ne engedj el, mert sosem tér vissza. Bánkodni utána már fölösleges. Jó, kísérjen a szobámba, kérem. Fáradt vagyok. Nagyon fáradt. Ariett! Igen, kisasszony? Clément asszony ma nem fog velünk ebédelni. Nem érzi jól magát. Ó, de sajnálom. Pedig a kedvencét készítettem, kagylót. De mi a gond? Semmi komoly, ugye? Valahogy olyan más. Milyen más? Nehéz megmondani. Értem, akkor csak ön és Philippe úr fognak ebédelni. Nem, ma van valami nagyon fontos tárgyalása. Nem, itthon dolgozik. Van itt valami, amit oda kell adnom önnek. Köszönöm. A könyvtárban van, ugye? Igen, de nem akarja, hogy zavarják. Igen. Clément úr. Clara. Kérem, magyarázza el, mit akar ez jelenteni? Ez csak egy kis prémium, semmi más. Gondoltam, biztos szeretne új ruhákat venni. Szerintem meg tudja, mi ez? Egy hatalmas sértés. Én nem a mennyasszonya vagyok, akit megvásárol egy-két drága ruhával. Én tudok magamnak ruhát venni a saját pénzemből. De hát a kórházi köpeny sem magának kell kifizetnie. Ez igaz, de itt nincs is szükségem köpenyre. Vagy abban járjak? Csak gondoltam, szívesen venne fel valami mást. És mégis milyen másra gondolt? Valami hasonlóra? Ez inkább önnek állna igencsak jól. Igen. És teljesülne is a titkos vágyom. De akkor ilyen diszkrét darab legyen, mint ez. Ezt kotekának nevezik. Új-Guineában szinte minden méter árusnál kapható. Ó, és mit szoktak mondani a boltban? Kérek szépen egy 42-est?
Hát, ha kicsi és zömök, akkor igen. Filip, mégis mi járt a fejében? Ön szerint hogy érzem most magam? Az eléggé világossá vált számomra. Bocsásson meg. Igazán különleges tehetsége van ahhoz, hogy mindent elroncson, uram. Filip. Attól még nem lesz jobb. És most? És most mi? Semmi német-francia kompromisszum. Ilyen diplomáciai sértés után önnek kell lépnie. Értem. Nos, én ezennel ezt a kétségkívül szerencsétlenül tett ajánlatomat visszavonom. Ám hogy a diplomáciai kapcsolat békés maradjon, ezennel meghívom egy G2-es bevásárló túrára Párizs központjába. Anya úgyis delelni fog, aztán jön a kedvenc sorozata. Van egy kis szabad ideje. Mit szól hozzá? Átlagos a méretem, átlagos az ízlésem, és kimondottan átlagos a költségvetésem. A bevásárlás gyorsan megy. Az remek. Akkor legalább marad időnk egy kis kirándulásra. Ó, el akar rabolni engem? Hová? A világ másik végére. Majorkánál messze még nem jutottam. Aha, adja fel. Belehal a kíváncsiságba. Mint az önök gyűjteménye? A legtöbb. Elnézést. Mégis mit művel? Nem muszáj másnak is tudnia, hogy akciós volt. Csodásan néz ki benne. Köszönöm. Tudta, hogy Pápuán még a 90-es években is éltek kannibálok? Sok mindent mesélhet. Ez így van. A doktorimat is erről a témáról írtam. Melyik téma? Rituális kannibalizmus a Foré törzsnél. Ön néprajzkutatást végzett? Igen. Etnológus vagyok. Mi olyan vicces? Mint Indiana Jones, csak nem éppen úgy néz ki. Ő archeológus volt. Jó, de ha valaki elit iskolába jár, majd elit egyetemre, és átveszi az apja vállalkozását, mellyel milliókat keres, miért megy a dzsungelbe a kannibálok közé? Ezt az apám sem értette. Sajnos csalódást okoztam neki. De hát most pont ott áll, ahol szerette volna. A vállalkozás élén, mely segítség nélkül túlélte a válságot. Az év vállalkozása lett, és a többi. Honnan tudja ezeket? Az internetről. Ki kellett derítenem, ki az, aki pillanatok alatt rábeszélt egy állásra. És azt is megírták, hogy apám halála után nekem kellett átvennem az irányítást? Miért kellett? Valóban érdekli? Persze. Már mindent összepakoltam, hogy egy több éves kutatásra induljak Pápua Új-Guineára. De hát akkor miért nincs ott? Mert apám halála után hirtelen 1200 munkahely került veszélybe. Kénytelen voltam maradni. Ha tetszett, ha nem. De most már nem kell tovább a főnököt játszani. Ha nem? Végre visszatérhetek a törzshöz, és azt csinálhatom, amit szeretek. Terepmunkát. És együtt akar élni az emberevőkkel? Hogy valóban azok voltak, még nem bizonyított. De pont ezekre a kérdésekre szeretnék végre választ találni. Majd, ha egy ügyben fogják főzni, akkor tudni fogja. És mikor akar a világ végére utazni? Az egyik Philip Clément akár már most el is indulna. És a másik? Ő kötelességtudó és realista, aki nagyon felelőtlennek tartja az elsőt. Az is lehet, hogy Philip kisé gyáva és nem mer dönteni? Lehet. Sőt, nagyon valószínű. Minden esetre két beszédet is írtam már. A jubileumi ünnepségre? Igen. Egy olyat, amit elvárnak tőlem, és egy olyat, ami sokakat meglep majd. Csak a barátom Eve tud a terveimről. Na meg a helyettesem a cégnél, akivel mindkét variációt átbeszéltem. De az édesanyjának is mondott valamit, nem? Dehogy is mondtam. Minek nyugtalanítsam feleslegesen? Ön szerint hogyan fogadná, hogy apám örökségét egy benszülött törzs miatt itt akarom hagyni? Ráadásul hajlamos jó kis bűntudatot ébreszteni bennem. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem örülne, ha feláldozná érte az álmait. Gondolja? Igen, sőt, biztos vagyok benne.
Remélem, hogy ez a kis kirándulás tetszett önnek. Igen, nagyon sikeres volt. Én főként a múzeumi látogatásra gondoltam. Az fölöttébb érdekes volt. Minden szempontból. Örülök. Bocsásson meg. Az autóban felejtettem a telefonom. Mindjárt jövök. Rendben. Szia, szívem. Lassan már kezdem unni, hogy csak a hangpostáddal tudok beszélni. Hívd fel mielőbb, amíg el nem kezdek fölösleges dolgokra gondolni. Az autónál van, úgy értem, Clemon úr. Igen? Á, minden bizonnyal ön az új betegápolónk, ugye? Igen. Clara Müller. Zoe Legrand. Elképesztően csodás dolgokat hallottam önről. Zoe, csak holnapra vártalak. Próbáltalak hívni, de sosem veszett fel a telefont. Sikerült korábbi gépre jegyet vennem. Nem is örülsz? Dehogy nem örülök. Hadd nézzem, hogy van a lábad. Már majdnem a régi. De hol bujkál édesanyád? Henriette sem tudja, hol van. Szerintem a szobájában, vagy nem? Vagy kiment a kertbe? Nem, ott sincs. Már az egész házban kerestem. Mankóval? Aggódtam miatta. Nem értem. Akkor hol lehet? Pedig úgy volt, hogy hamarosan tollaslabdázunk. Tollaslabdáznak? Jules, nem tudja, hol az anyám? Hogy hol van? Nem tudom. Ugyan, Jules, borzalmasan hazudik. Mondja el, hol van. Kérem, mondja el, ha tudja. Jules, kérem, hagyja abba a titkolózást. Hol van? Royal úton. Majd mennem kell érte. Később. És mégis mi az ördögöt keres ott? A Maximust, kisasszony. Micsodát? Csak egy pohár pezsgő, azt mondta. Egy pohár pezsgő? De lehet kettő is. Ezt is ő mondta. Vajon mit fog szólni a professzor egy ilyen kiruccanáshoz? Nem lenne jobb, ha most azonnal elmennél érte, Philip? Mit szólsz? Igazad van. Jöjjön, Clara. Sietünk, ahogy csak tudunk. Remélem, nem esett baja. Viszlát! Clara. A kereső osztag. Ha fogadtam volna, hogy Jules-nek eljár a szája, akkor nyertem volna. Mit keresel itt? Sikerült alaposan ránk ijesztenie. Úgy gondoltam, jogom van ahhoz, hogy a régi kedvenc helyemen a régi szép időkre emlékezzen. De anélkül, hogy szólná, hogy kérdezné? Nagykorú vagyok. És szeretnék végre rendelni magamnak egy aperitívet. Mit olvasol? Versnek tűnik. Nem tartozik rád, édes fiam. Gyere, menjünk. Zoe hazajött, aggódik miatt. Szóval innen fúj a szél. Pincér, két poharat. Anya. Ne legyen ennyire ünneprontó. A pezsgő jót tesz a keringésnek. Remélem az idegeknek is. Így. Voilà. Egészség. 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 Soha nem. Ki az már megint? Én vagyok, Clara. Maga az. Jöjjön csak be. Nem szeretne enni valamit? Esetleg egy kis levest? Az a tucat osztriga bőven elég volt. De... ugye minden rendben van? Miért ne lenne minden rendben? Ne kezdje már maga is. Az a benyomásom, mintha kissé szomorú lenne.
Szomorú. Nem így mondanám. Akkor talán jobb, ha magára hagyom azzal, amit nem szomorúságnak nevez. A láthásom már nem a régi. Talán maga könnyebben kiolvasná ezt a szokatlan kézírást. De az, ami megérint téged engem, már egybefog veled, s titkom, kizengem. A két ikerhúr egy hangot fuval. Milyen hangszerre vonták szíveinket? S milyen játékos tart kezébe minket? Ó, égi dal! Ezt ki írta? Rilke. Szerelmes dal. Úgy értem, ki küldte önnek ezt a szép verset? Valaki, akivel nagyon szerelmesek voltunk, és most kapcsolja le a lámpát, aludni szeretnék. Jó ét, Clara. Mondjon valami szépet. Isten hozott itthon. Olyan szépen mondod. Mert úgy is gondolom. Apropó, hallottam egy csodás helyről Fontainebleau-ban, ami tökéletes lenne édesanyádnak. De hát itt tökéletes neki. Ne butáskodj, Philip. Bele kell törődnöd, hogy az édesanyádat előbb-utóbb idősek otthonába kell küldeni. Nem kell ennyire szépen körülírni. Ideje, hogy végre a saját életedet éld. Hogy végre a saját életünket éljük. Mi van? Nem tetszik a lábam? Dehogy nem. Senkinek sem áll ilyen elegánsan a sín. Ne aggódj, a nagy napra már nem lesz a lábamon. Teljes pompádban villoghatsz majd a trófeáddal. Annak tartod magad? Igen, főnyeremény vagyok, vagy te másképp gondolod? Semmi esetre, hogy gondolhatnám? Mondd csak, jól érzem, hogy teljesen máshol jár az eszed. Folyton az ünnepségre gondolok. Van valami, amit nem említettem neked, és szeretném a beleegyezésedet. Tényleg, kiment a fejemből. Még fel sem próbáltam a ruhát. Hol van a hálóban? Tartok egy kis divat bemutatót, jó? De előbb megmutatom a terveket az átalakításra. A laptopomat kérem. Ne nézz így rám. Minden marad a régi. Majdnem minden. Hát csak meglátta. Én... Semmi gond. Istenem, fiatalként sokkal szebb volt, mint ahogy azt elképzeltem. Az biztos. És nagyon buta is. Biztosan ismeri a két királyi gyerekről szóló mesét. Akik nem lehettek soha együtt. Igen. Csak hogy én voltam egy dúsgazdag polgár lánya, Günther pedig egy ismeretlen szegény festő. Günther Steiner? Német volt? Ez volt a másik nagy gond. A szüleim ki nem állhatták a németeket. A háború után nem csoda. Szeretné elmesélni? Kérem, annyira romantikus. Ah, mi lehet romantikus egy elszalasztott lehetőségben, gyermekem? Hm? De akkor is, kérem. Nem erről van szó, hanem arról, hogy már több van mögöttem, mint előttem. És ami előttem van, az nem én vagyok, nem az én életem, az már Philip jövője. Mindennél jobban szeretem. Annyira érzékeny, tele van a szíve szeretettel. A legintelligensebb ember, aki valaha létezett, de vajon a legokosabb is?
Tudja, mint gondolkodtam? Nem, honnan is tudhatná, magán gondolkodtam. A világot is képes felfordítani, ha vészhelyzet van. Pontosan tudja, hol és mikor kell csendben maradni. Először gondolkodik, utána beszél, és ez nagyon tetszik. Zoé keveset gondolkodik, és sokat beszél. Nem szeretném, ha a fiam is elkövetni azt a hibát, amit én. Tudja, intelligens döntések, melyeket az eszünkkel hozunk, okosan döntsön. A szívével. Nemrég a szívemre hallgattam, és nem tudom, hogy okos volt-e. Az a Jörg, az orvos, útilaput kötött a talpára? Mhm. 10 év után. Törekvő volt, dolgos, intelligens. És nagyon hülye. Igen, honnan tudja, hisz nem is ismeri. Aki képes egy ilyen nagyszerű teremtményt, mint maga futni hagyni... Valószínűleg igaza van. Igen. A férfiak, mintha teljesen megbolondulnának, amikor a karrierjük építéséről van szó. És megfeledkeznek az angyalaikról, akik vigyáznak rájuk. És azt hiszik, hogy a hírnév és a hatalom hozza meg számukra a halhatatlanságot, holott a mellettük lévő nő tenné azt. Az esély, hogy megjavulnak, kevés, mint a lottó főnyereményre. Igen, de a nyeréshez játszani kell, és én el is mondom, hogyan kell játszani. Na, mit szólsz? Csodálatos. Mintha rádöntötték volna. Komolyan? Igen. Lenyűgöző vagy. Nem tetszik? Biztos, hogy nagy odafigyeléssel választottad ki. Nem akarlak megbántani, de rettenetesen nézek ki benne. Miért mondod ezt? Te sem lelkesedsz annyira érte. Butaság volt egy férfire hagyni a választást. Főleg, hogy nem is láthattad rajtam. Hát igen. Ez a ruha nem én vagyok, ez valaki más. És a jubileumi ünnepségre, ahol végre bejelentjük az eljegyzésünket, olyat szeretnék, ami igazán én vagyok. Ez érthető, nem? Örülök, hogy nem haragszol. Amíg visszaváltozom Zoévá, kérlek, menj be kicsit anyukádhoz. Ne hagyd mindent Müller kisasszonyra, vagy ahogy te hívod, Klárára. Kifogásod van ellene? Miért lenne? Nagyon kedves, tényleg. Klára, amit elmeséltem, az maradjon köztünk. Nyugodt szívvel rám bízhatja a titkait. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Milyen titkokat? Istenem, de megijesztett! Tudja, a titoknak az a lényege, hogy titok maradjon. Nem gondolja, hogy elmondom azt, amit ő rám bízott. Ugyan már, az anyám azt mondta senkinek. Én talán senki vagyok. A fia vagyok, jogom van tudni, miről van szó. Nem, téved. Ehhez önnek semmi köze. Esetleg az egészségi állapotáról van szó? Nem. Közvetve talán. Ez meg mit akar jelenteni? Képzelje csak el, az édesanyja végre hazajöhetett a svájci elit iskolából, ahol szinte végig bezárva tartották, szigorú szabályok között. Végre szabad lehetett. Ez a festő, Günther, élete nagy szerelme volt, akit sosem felejtett el. És édesapám mellett sem lehetett felhőtlenül boldog. De hát régen is így volt ez. Ahhoz mentek férjhez, akihez illett. Ó! Oh. Hát itt bujkálsz. Csak megbeszéltünk valamit. Én pedig türelmesen várok rád. Bocsáss meg, kérlek. Arra a következtetésre jutottunk, hogy anya kissé szeszélyes. Öregkori depressziónak tűnik, ha engem kérdezel. Ön mit gondol? Elvégre ön a szakember. Minden bizonnyal igaza van. Feküdjünk le. Fáradt vagyok. Jó ét, Clara. Jó ét.
legalább egy croissant? Nem. Hosszú napunk lesz. Nem biztos, hogy ma este el tudok menni. Sőt, nem is akarok. Erről szó sem lehet. Kell valaki, aki fogja a kezem. Tadám! Csoda történt, meggyógyultam. Jobban néz ki, mint a baleset előtt. Még nem állhatok rá teljesen, de legalább ma végre felvehetek egy magas sarkút. Csak szükségem lenne egy pár új cipőre. Eljönnél velem? Nem, ne haragudj, de nagyon sok dolgom van még az órákkal. Semmi gond, csak vicceltem. Majd beugrok a Colbertbe. Jó lesz egy pánt nélküli ruha, ami teljesen rövid és hátul kivágott? Jó lesz. Úgy is tetszeni fog. Ígérem, teljes pompában térek vissza. Vadászat indul. Vadászat indul. Bocsássatok meg, de leszeretnék feküdni. Nem kell. Még mindig nagyon szomorú. De fizikailag jól van, ugye? Igen, vérnyomás, pulzus rendben. De amióta azt a képet meglátta, teljesen kiborult. Egy régi sebet tépett fel. Nem csak egy régit. Nem meséltem, mi történt azzal a német festővel? Talán sosem tudtak igazából beszélni egymással. Sem előtte, sem utána. És most tör felszínre, amit annyi évig rejtegetett. Igen. Tudja mit? Szeretném, ha eljönne velem a Montmartre-ra. Igen, tudom, hogy rengeteg dolgot el kell még intéznie. Tudom. De épp ezért tartok inkább magával. Philip, hallasz engem? Igen, hallak. Hol vagy? Honnan telefonálsz? Egy műholdas telefonról. Már Tamadigiben vagyunk. Még mindig tombol a malária? Még rosszabb. Gyors leszek. Katasztrofális időjárást jósolnak. Az előttünk álló időszakra. Jobb lenne, ha legkésőbb holnap itt lehetnék. Eve, tudod, hogy el kell intéznem néhány dolgot? Igen, és mindenképp hozd magaddal a kedves menyasszonyodat is. A szúnyogoknak itt már divat nevük van. Nagyon vicces. Mint mindig, legkésőbb jövő héten mennünk kell. Eve? Eve, hallasz engem? Eve? Günther Steiner? Igen, néha megittunk egy-két pohárral együtt, de semmit nem tudok róla. És hogy került önhöz a kép? Nekem ajándékozta, ahogy én is a kisasszonynak. Vagy úgy. Az ő képe nem is volt eladó. Úgy látom, nem húzta sokáig az időt. Ő az új barátja? Nem. Kár, mert olyan jól illenének egymáshoz. De miért érdekli önöket az az elfeledett szegény festő? Clémon úr édesanyját az 50-es években szoros barátság fűzte hozzá. Az édesanyját? Jean Clémon. Lány nevén Malé. Ön tényleg Jean fia? Igen. Ismeri őt? Mondjuk. Egyszer a sokadik pohár után kezdett el mesélni róla. És egy milliómos fiúról, akihez végül is hozzáment. Nem tudja esetleg, mi történt vele? Ha engem kérdez, szerintem halálra itta magát. Sosem tudta Jeant elfeledni. De miért érdekli most az édesanyját? Sok más időshöz hasonlóan ő is a múltban él, nem a jelenben. És a kapcsolata Günterrel egy olyan része a múltnak, amit még nem tudott lezárni. Valóban. Én azt mondom, ne nézzen hátra. De ha most megbocsátanak, be kell mennem leltározni. Ami ennyi idő után nem lesz könnyű feladat. Au revoir. Au revoir. És köszönjük. Szerintem jobb lesz, ha erről a kis nyomozásról nem beszélünk neki. Amúgy sem biztos, hogy jót tenne neki, ha megtudná, hogy élete szerelme halálra itta magát miatta. Igaza van. Különös.
Mi lett volna, ha az anyám akkor őt választja? Akkor ő most nem lenne itt. Az biztos, hogy akkor nem születtem volna meg. Ami nem lenne akkor a tragédia. És ha ön nem lenne, akkor én sem lennék most itt. Pontosan. Az viszont nagy kár lenne. Ne legyen már ennyire lelkes. Hagyjon valamit az ünnepségre is. Előnye is lenne, ha nem Philip Claymonnak születtem volna. Nem kellene ma annyi ember előtt letolnom a nadrágomat. Csak képletesen mondom, a nadrágom. Vagy úgy, képletesen, de így is sokkot kaptam. Minden rendben lesz. Hiszek magában. Legalább maga. Legalább? Nem. Sokat jelent nekem. Nézd csak! Történnek még csodák, nem? Megtaláltam, és jó is rám. Vehettél volna magadnak egy újat. Nem biztos, hogy jó ötlet ezt felvenni. Főleg fásli nélkül. Ugye nem akarod, hogy megbámuljanak? Ma felhívott Eve. Na és mit mondott Eve? Hogy holnap repülnöm kellene, ha én is ott szeretnék lenni. Úgy érzem, hogy tényleg menni szeretnél. Most mit mondjak, Zoe? Igen, nekem ez fontos. És nem is lennék sokáig távol. Csak egy évet. Maximum. Tudom, én még fiatal vagyok. Mit számít nekem egy év? Egy év alatt megtervezhetnénk az esküvőnket. Egy év alatt ebből a poros fészekből végre lehetne egy otthonunk. Zoe, kérlek. De ha te mindenképp a világ másik végén szeretnél lenni, akkor rajta. Úgy is jó. De nehogy azt hidd, hogy majd minden este könnyes szemmel leslek az ablak előtt. És majd ezek után az én vőlegényem eldönti, hogy engem választ vagy sem. Így van? És most kérlek, húzd fel a cipzáramat. Óvatosan gyere le a lépcsőn. Zoe! Ez borzasztó a fáj! Azt elhiszem. Hívom is a mentőket. Kérem, óvatosan. És most? Bemegyek a kórházba. Nem, édes fiam, te a hotelba mész, hogy sikeres vállalkozásunk 150. évfordulóját méltóképpen megünnepeld. A cég tulajdonosaként arra kérlek téged, őrizd meg a józan eszedet. Felveszem a cipőmet, és már is indulhatunk. Nyugalom, csak a lábát tört el, nem a nyakát. Vagy mondjam azt a vendégeinknek, hogy a fiam azért nem jön el, mert a mennyasszonya elesett a tűsarkú cipőjében? Ne légy ennyire gonosz. Melyik verzió mellett döntött? De akkor elrontom a meglepetést. Én nem leszek a teremben, amikor felolvassa. Ezt ki mondta? Most, hogy Zoe elesett, muszáj valakinek anyám mellett lennie. Vagyis én? Hát persze, hogy ön. Mégis, ki más? Hát nem ezért alkalmaztam? És nehogy azt mondja, hogy nincs mit felvennie. Krumpli, kötelesség és kész. Kérem. Kisasszonyhoz a kórházba, is várjon meg minket a folyosón. A folyosón, igen.
estét. Jó estét. Jó estét. Jöjjön csak. Álljunk be. Köszönjük. Köszönöm. Jó estét. Jó estét. Klémon asszony, jó estét. Bemutatom Klára Müllert. Kisasszony. Hölgyeim és uraim, egy kis figyelmet kérek. A Chronoclemon International tulajdonosa és vezérigazgatója szeretne egy pár szót szólni önökhöz. Kérem, fogadják szeretettel Philip Clement. Eljött az idő, hogy a második Philip a sarkára álljon. Ez meg mit akart jelenteni? Nem fontos, inkább örüljünk az első Philipnek. Szép jó estét mindenkinek. Úgy vélem, ahhoz képest, hogy őrült tudományok megszállottja vagyok, az elmúlt években egész jól helyt álltam. Talán még apa is büszke volt rám, bár ezt sosem mutatta. Ám kötelességem teljesítése után szeretnék újra azzal foglalkozni, amit szeretek, ami a szenvedélyem, és az nem az óra. Ezzel a munkával már szinte eltemettem a legnagyobb álmomat, de szerencsére valaki felnyitotta a szememet és a szívemet. Azok, akik jobban ismernek, talán nem lepődnek meg, ha azt mondom, hamarosan egy kutatócsoporthoz csatlakozom a világ másik végén. Pontosabban Pápua Új-Guineán. Azok, akik esetleg nem tudják, hol van, a szalvétájuk mellett egy kis kártyára rajzolva megnézhetik. Mindenkit biztosíthatok afelől, hogy több mint tökéletes utódot hagyok magam után. Nagy tapsot kérek Pierre Boulognak, akit ezennel ti is nevezek a Chronoclemon ügyvezetőjévé. Ő legalább pontosabb, mint én. Nem is nagyon szeretném tovább rabolni az idejüket, de ha jól emlékszem a forgatókönyvre, akkor az estét egy keringővel nyitjuk meg, melyhez felkérem szeretett édesanyámat. Egy csodálatos, felejthetetlen estét kívánok önöknek. Még legalább 150 sikeres évet kívánok a Chronoclemonnak. Köszönöm. Köszönöm. Nos, mit mondasz? Ha hiszed, ha nem lepődtem meg, már számítottam rá. Megérzés? Dehogy is. Néha-néha belenézek a leveleidbe. Micsoda? Én hoztalak a világra, Philip Clement, úgyhogy ennyi nekem is jár. Ne nézz így rám. Áldásom rád. És jól leszek majd nélküled is. Szabad lesz? Nem lesz szabad. Még mindig a sok hatás alatt vagyok. Klára, megkérem, menjen helyettem. Kérem, tegye meg értem. Eddig majdnem az összes táncpartnerem túlélte. Rajta, menjen már, nyomás! Clemon asszony, kérem, tiszteljen meg egy tánca. Segítene végre, Zsül? Nem lenne jobb inkább hazamenni? Semmi esetre sem. Csak méltósággal, Zoé. Mindig csak méltósággal. Nagyon ügyetlen vagyok? Nem jobban, mint máskor. Szeretem az őszinte bókokat. Az jó, mert van még egy. Csodálom önt, Philip. Komolyan. Bár csak én is olyan határozott lennék mindig, mint most ön. De hát,
senki sem lehet bátrabb önnél. Ki az, aki képes volt egyedül itt maradni egy teljesen ismeretlen városban? Ki az, aki szó nélkül beköltözött idegen emberek házába? Ez igaz. Egy fedél alá önnel. Ez már felér egy igazi gondatlansággal. Köszönöm, hogy segített nekem. Segítettem? Igen. Rengeteget. A mostani döntésben is, hogy elmenjen? Hogy őszinte legyek, igen. Akkor saját magam alatt vágtam a fát. Miért? Nem tudom, hogy leszek képes egy teljes évig kibírni anélkül, hogy lássam. Tudom, hogy most meglepődött. Én hibám volt, én kezdeményeztem. Nem, én voltam. Elnézést. De hát nincs miért elnézést kérni. És a hét második felében sincs, akár turista osztályon. Értem. Akkor csak reménykedjek, hogy nem omlik megint minden össze. Igen, foglalja le, a lehető leggyorsabban. Köszönöm. Clara? Magával mi történt? Valamilyen parkban töltötte az éjszakát? Már mindenhol kerestük. Gondoltam, jobb egy taktikai visszavonulás, mint egy ronda jelenet. Zoe tegnap elköltözött. Igen. És miért nem akadályozta meg? Mert nem lett volna értelme. Nem is akartam az útjába állni. Most még rosszabbul érzem magam, mint eddig. Ne, kérem. Nincs miért. Zoe-nak is nekem. Teljesen más elvárásaink vannak az élettől. Önnek semmi köze ehhez. Majdnem semmi. Azt hiszem, tartozom egy bocsánatkéréssel. Miért is? A tegnap este miatt. Hogy egyszerűen... csak hagytam elmenni. De annyira kínosan éreztem magam. Mi úgy vélem... nem kellene nagy jelentőséget tulajdonítani neki. Rendben? Hogyne. Persze. Ha jól értettem, akkor ma már repül is. Igen, hamarosan. Másképpen nem is lehet. Értem. De az megnyugtat, hogy a távollétem alatt az édesanyám jó kezekben lesz. Miből gondolja, hogy itt maradok? Mert ön is épp annyira elkötelezett, mint én. És anyámnak szüksége van önre. Talán. De át kell gondolnom. Egyszerűen nem tudom. Én már semmit nem tudok. Csak azt, hogy döntenem kell. Bocsásson meg. Köszönöm.
Anya, mennek. Csak semmi érzelgős búcsú, Filip. Tudod, hogy utálom. De azért egy puszit csak adhatok, nem? Igen. Gyere ide. Vigyázz nagyon magadra, jó? Azt most nem ígérem meg. Apropó, mi történt tegnap este közted és Klára között? Nevezzük balesetnek. Vagy úgy? Egy baleset? Szép pár lennétek. Jules már vár rám. Au revoir, anya. Majd hívlak. Egy év. Egy év a fiam nélkül, Istenem. Nehezebb lesz, mint az a 34 óra, ami kellett, hogy a világra gyere. Az apád mindig azt mondta, hogy egy fiú és a férfi között nincs nagy különbség, mert a férfi kizárólag úgy lesz sikeres, ha egy kis részben mindig is fiú marad. Az egyetlen különbség az, hogy a férfi újabb hibákat követ el, a fiú mindig ugyanazokat. Clara, én csak szeretnék elköszönni. De sajnos most nem megy. Nézze, csak annyit, hogy nem muszáj maradnia, ha nem akar. Majd találunk önnek valamit, ne aggódjon. Clara! Hát akkor vigyázzon magára. Remélem, egyszer még találkozunk. Valahol. Viszontlátásra, Clara. Két búcsú egy óra alatt. A következő géppel Frankfurtba repülök. Ne feledjen majd képeslapot küldeni nekem. A csodaszép Heidelbergről. Sosem fogom önt elfelejteni. És? Igen, tudom. Hetente egy pohárral. Legyen boldog. Maga is, kis Müllerinem. Kérem, álljon meg egy percre. Hát ő meg mit keres itt? Ó, én csak erre jártam, és csak látni szerettem volna. Hogy megvan-e még a festmény? Pontosan, igen. Ahogy mondja. Vagy inkább valami más miatt jött Rosé úr? Vagy szólítsam inkább Steiner úrnak? Istenem. Jean még mindig szereti magát. Ahogy maga is szereti őt. A boldogságért tenni is kell valamit. Előbb jobbra, aztán 100 méter múlva megtalálhatja.
Henriette, újra magunkra maradtunk. Jeanne? Günther. Semmit sem változtál. Hogy tudsz már is ekkora hazugságot mondani? Te vagy az. Olyan vagy, mint régen. De hogy találtál meg? Klára kisasszony, akinek oda ajándékoztam a képedet. Tőle tudtam meg, hol laksz. Azóta titkon figyeltelek. Nem csak egyszer, de sosem mertem. Igen, hát erről van szó. Filip. Filip kikapcsolta a telefonját. Még mindig megvan az a borzalmas motorkerékpárod? Igen, miért? Tartozom. Nem, tartozunk. Tartozunk Klárának. Nem szállt fel. Látod? Jó utat, bon voyage. Köszönöm. Te meg mit keresel itt? Filip, édes fiam. Ő itt Rosé úr, azaz Günther Steiner. A nagy szerelmem. Felhívott, hogy találkozzunk, mielőtt Németországba repül. Látni akart még egyszer. És ne aggódj, ez csak víz. Hát ez... Nem is tudom, mit mondhatnék. Annyira szép. Nagyon örülök neked, mindkettőjüknek. Ha korábban elárulja az igazat Rosé, azaz Steiner úr, akkor már rég elvittem volna az anyámhoz. De hát tudjuk, hogy a szerelem nem ilyen egyszerű. Mennem kell. Mert még a végén tényleg lekésem a gépemet. Nagyon vigyázz magadra. Úgy lesz.
Sok boldogságot. Ó, és Philip, még el nem felejtem. A csodálatos Clara, akinek hála újra egymásra találtunk, az egyórás géppel repül haza. Ő csak úgy mellékesen. Maga itt, ennél a kapunál? De hát az öngép a világ másik végére repül. Ha végre hajlandó leszel abba hagyni ezt az ostoba magázást, akkor nem is megyek sehová. Most már foglalkozhatunk magunkkal. Ugye van egy kis időd? A mi korunkban ezt már nem lehet tudni. Én optimista vagyok. A szívem most lett felújítva. Minden értelemben. Most ő elrepül vele? Vagy itt maradnak? Vagy hogy? Vagy mi? Nem tudom. Talán majd megvárja, míg visszajön. Remélhetőleg nem 50 év múlva.